Helyi védelem alá kerülhet a Csellei sír, a Széchenyi Polgári Kör és a Hansági Múzeum felújítaná az emlékhelyet. Ön választ, mi segítünk, pályázat keretében játékok vásárlására gyűjt zsetonokat a Gondoskodás Alapítvány. Megkezdődött az idei év költségvetésének tárgyalása, képviselőtestületi ülés levélem. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. A Széchenyi Polgári Kör és a Hansági Múzeum kérvényezte a Csellei család magyaróvári temetőben található sírjának helyi védelem alávételét. Erre többi között azért van szükség, mert a sír nincs megváltva, és jelentősen leromlott az állapota is. A helyi védelem alá kerülés után felújítaná a szervezet és a múzeum. Boros Jennő tebe szinte az egész síremléket, károsodtak, megsüllyedtek a mészkőelemek, de a nevek sem látszanak már a sírkövön. Ilyen állapotban van jelenleg a Csellei család sírhelye, ami a magyaróvári temetőben található. Most a Széchenyi Polgári Kör, valamint a Hansági Múzeum kérte, hogy a síremlék helyi védelem alá kerüljön, hogy a későbbiekben felújíthassák azt. Erről tartottak lakossági fórumot január 29-én hétfőn. A településképi rendelet 200 helyi védett épületet, 56 helyi védett köztéri alkotást és 25 helyi védett sírt tart nyilván. Védelem alá többi között olyan sírok kerülhetnek, amik nincsenek megváltva és megszűnhetnek, illetve olyan helyi közéleti személyek nyughelye, akiknek emlékét meg kell őrizni. Az eljárás rendje szerint először egyeztetnünk kell több államigazgatási szervvel, le kell folytatnunk egy partnerségi egyeztetést benne egy lakossági fórummal, ezt követően dönthet a testület a sírvédelem alá helyezéséről. A Csellei sír az Óvári temetőben található. A dátumok szerint az első betemetkezés 1872-ben történt, tehát egy 150 éves síremlék, állapot ennek megfelelően leromlott. A kérelmezők szeretnék felújítani, ehhez önkormányzati támogatást igényelnének, ennek feltétele, hogy a sír védelem alá kerüljön. A síremlék csak nem 150 éves, az első temetkezés időpontja 1871-ben volt. A Csellei család több generációja nyugszik itt, köztük Csellei János és fia Csellei Kálmán is, akik Magyaróvár életében meghatározó személyiségek voltak. Az utolsó betemetés 1972-ben volt, amikor dr. Csellei Kálmánnak a feleségét, Siner Emmát oda temették abba a kriptába, és utána ugye a család későbbi leszármazói már Győrbe temetkeztek, a nádorvárosi temetőbe, és hát mivel a család tulajdonképpen a 2000-es évek elején kihalt, legalábbis ez a Moson-Magyaróvári ág, vagy Magyaróvári ág, ezért a sír megváltása se került, tehát a kripta megváltása sincs rendezve, pontosan 1997 óta. Azóta csak romlik a sír állapota, így a Széchenyi Polgári Kör fontosnak tartja, hogy méltó állapotba hozzák, hogy a Csellei család emlékét is megőrizhessék. A felújítás során többi között meg kell tisztítani a síremlékeket, fel kell újítani a kerítés elemeit, helyre kell állítani a megsüllyedt elemeket. Meg kéne nézni, hogy a kripta egyáltalán hogy néz ki, mert ugye abban nem látunk bele. Valószínűleg az, hogy az elmúlt 50 évben nem nyúlt hozzá senki, közel van a patakhoz, lehet, hogy víz alatt van, ezt mind fel kéne mérni, és az, hogy a sírkő felújításra kerüljön, ugye valószínűleg egy új tábla is kellene oda, mert a régi nevek lekoptak, ugye abban a sírban kb. 12 ember maradványai, földi maradványai nyugszanak. Az előzetes felmérés alapján a felújítási munkálatok mintegy 1 millió forintot tennének ki. A helyi védelembevétel után önkormányzati támogatást tudna a Széchenyi Polgári Kör igényelni, aminek köszönhetően megkezdődhet a Csellei sír felújítása. A Gondoskodás Alapítvány projektje is bekerült az egyik nemzetközi üzletlánc által kiírt Ön választ, mi segítünk elnevezésű pályázati program mindent eldöntő szavazatgyűjtő fordulójába. A fődíj 400 ezer forint, amivel az alapítvány a Család és Gyermekjóléti Központot, valamint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt segíteni. A szavazatokat február 11-ig várják a Moson-Magyaróvári és a térségi áruházlánc üzleteiben. A Királyhidai úton található Moson-Magyaróvári hipermarketben gyűjtőládába dobják éppen a zsetonokat a vásárlók. Az egyik nemzetközi üzletlánc által kiírt pályázaton szerepel ugyanis a Gondoskodás Alapítvány, a zsetongyűjtés pedig ennek második fordulója. A fődíj 400 ezer forint, amivel a társaság többi között a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működését segíteni. A
forrásunk, amiből mindezt tudjuk támogatni, az többnyire felajánlásokból, az adó 1%-okból, pályázatokból jön létre. Egy ilyen pályázat ez is, ahol most itt azért vagyunk itt a Tesco-ban, ez az Önválaszt mi segítünk névre hallgató pályázat, ahol a Család és Gyermekölti Központtal együtt megálmodtuk azt, hogy minél több rendezvényt, színvonalas rendezvényt szervezzünk a térségben élőknek. Ezt szolgálja, hogy az Önválaszt mi segítünk pályázat keretében minél több zsetont gyűjtsenek az áruházlánc Mosonmagyaróvári és térségi üzleteiben. Aki segíteni szeretne, annyit kell tennie, hogy vásárol ezen üzletek valamelyikében, hiszen minden vásárlás után zseton jár, amit a gondoskodás alapítvány gyűjtőládájába dobhatnak. Amennyiben sikeres lesz a gyűjtés, többi között a már hagyományos 5 hetes nyári tábort is meg tudják majd szervezni. A térségnek a gyermekei vehetnek részt kedvezményes áron, rászoruló gyerekeknek pedig tudunk biztosítani ingyenes férőhelyeket, valamint minden hónapban egyszer megszervezzük a Babamama klubot, és több kézműves foglalkozást is szervezünk, és ezekre is szeretnénk olyan eszközöket, amik tényleg színvonalasak, jó minőségű eszközök, és erre írtuk meg ezt a pályázatot. Itt többek között fajátékokat szeretnénk a megnyert összegből vásárolni, buborékfújó, cukorkaágyút, hogy tényleg színessé tudjuk tenni a gyerekeknek és a családoknak, egy kicsit színesebbé tudjuk tenni a mindennapjaikat. A Gondoskodás Alapítvány az Önválaszt mi segítünk című pályázat szavazatgyűjtő fordulójában február 11-ig várja a zsetonokat. Második ülését tartotta a Levél képviselőtestülete január 30-án kedden, ahol összesen 8 napirendi pontot tárgyaltak. A legfontosabb napirend természetesen 2024 költségvetésének tárgyalása volt, amit majd februárban fogadnak el a település vezetői. 8 napirendi pontot tárgyalt Levél képviselő testülete január 30-án. Az év elején természetesen a legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés első fordulós tárgyalása volt, így megtörtént a bevételi és a kiadási oldal összhangba hozása is. A kettő közötti különbségből látszik az a mozgástér, amit fejlesztésekre, beruházásra vagy esetleg tartalékképzésre tudunk fordítani. Az intézmények költségvetésének irányelveit határoztuk meg, a civil szervezetek egyesületek támogatásának mértékéről döntöttünk, a terembérleti és egyéb önkormányzati bérleti díjak nagyságával kapcsolatban hoztunk döntést, a bérek minimálbér, garantált bérminimumhoz történő igazításáról és a személyi illetmény alá tartozó munkavállalók bérnagyságáról döntöttünk. Ezek figyelembevételével állítja össze aztán a testülete az idei év költségvetését, aminek elfogadása februárban történhet majd meg. Az előzetes számok alapján több mint 200 millió forint feladatalapú állami támogatásra számíthat Levél önkormányzata. Ebből 71 millió forintot szolidaritási hozzájárulásként az adóerőképességünk nagysága miatt vissza kell majd fizetnünk az állam javára, azaz 130 millió forintnyi állami támogatással gazdálkodunk, 260 millió forint helyi adóbevételt tervezünk 2024-re. A saját bevételeink nagyjából ilyen 7 millió forintot tesznek ki, ezen kívül telekértékesítésből számítunk bevételre, és természetesen az elmúlt évi pénzmaradványunk, a bankszámlánkon található 50 millió forint és lekötött betétünk van 400 millió forint értékben. A költségvetés tárgyalása után aztán a képviselők döntöttek a Levélfalvi Manók óvoda és bölcsöde magasabb vezetőbérének megállapításáról, a polgármester 2024. évi szabadságáról, elfogadták a község idei rendezvénytervét, valamint tárgyalták az óvoda és bölcsöde nyári zárvatartását, és döntöttek önkormányzati telekértékesítésről is. Önkéntességért díjat vehetett át Weissné Sáling Éva, a Győri Egyházmegyei Caritas mosoni csoportjának vezetője január 24-én. Az elismerést a szervezet igazgatója Lőrinc Attila és Kapui Jenő mosoni plébános adták át. Weissné Sáling Éva 2007 óta végez kiemelkedő szeretetszolgálati tevékenységet Mosonmagyaróváron, Caritas csoportvezetőként, hitoktatóként, közösségszervezőként. Röviden a csütörtöki időjárásról.
megnövekszik a felhőzet, délutántól több felé várható eső. Élénk, olykor erős lesz a szél, hajnalban -1, napközben +9 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendége Csiszár Péter, a Flash Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Ezután a Székely Konyha és Kert című fűzőműsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!